Na hát üdvözlök mindenkit ebben az AirPods Pro videóban, mint ahogy a címből kiderült. Karácsonyra kaptam egy AirPods Pro-t Henriettától. Hatalmas nagy ajándék szerintem, mert hát ilyen drága fülhallgatóm sose volt, úgyhogy most ezt fogjuk megnézni, hogy mit tud ez a fülhallgató az én szemszögemből, hogy élem meg, hogy egy ilyen fülhallgató, ilyen drága fülhallgatóm van, mert sose volt ilyen, és hát nézzétek meg ezt a videót, ez lesz most a téma, nézzük is akkor. Hallod? Nem hallok semmit. Hát ez nagyon durva, hát berakom a fülembe, és magamat alig hallom, ez nagyon durva, mintha elmenne a hallásom, olyan a hangszűrő benne. Ezt nem hiszem el. Ezt próbáld már ki. Na hát első körben lejöttem itt a félzajba, úgyhogy elnézést kérek előre is. Első körben ugye, még mindig egyébként élvezem berakni. Mondom, ha már róla beszélek, akkor berakom. Először nézzük meg a párosítást, azért raktam vissza. Meg tudjuk nézni a párosítást. Tehát félkézzel nehéz. Felnyitom, várok egy kicsit, és már itt is van, kírja a százalékot, hogy hány százalékon van. Miért drágább ez, mint a sima AirPods, vagy miért Pro? Azt, hogy miért Pro, azt nem tudom. Viszont azért drágább, mert ebben van egy aktív zajszűrés, amit be is tudunk aktiválni. Hogyha lehúzzuk a notification bart, akkor itt van alul egyébként. Van ugye most az átlátszóságom, van, hogy halljam magam. Egyébként nagyon brutális, mert hogyha az átlátszóságra van állítva, invisible, gondolom ugye így fordítják le, akkor a fülhallgató mikrofonja veszi a hangomat, itt veszi idézőjelbe, és hallom magamat vissza, olyan, mintha valami robot hang lenne, tényleg amúgy, de hát tényleg hallom magamat, hallom a szelet, tökéletes. És akkor nyomjuk át. Zajoltásra, nagyon brutális, akkor egyszerűen így, mintha leszívnák, mintha a fejedre raknának egy búrát, és így, hús, így megszűnik minden, alig hallom a szelet, magamat alig hallom. Szóval ilyen ez a zajszűrés a valóságban, megmutatjuk. Mindig a legnagyobb tiszteletben neked videózni, nem a formal rendben, mindig megtalad a pontját. Így tudom a legjobban elmagyarázni. Brutális. Jól vagyok. Másik brutál dolog, hogyha kiveszem, jó, azt tudom, hogy csak nekem lesz brutál, de eddig nem volt AirPodsom, ha kiveszem a fülemből, akkor magától leáll a zene. Hát, és ha berakom, magától elindul. Tegezhetem is, tudom, és magától elindul. Megy a zene. Kiveszem, megáll. Jó, ezt tudom, hogy nekem brutál, és ez nekem brutál élmény. Gondold bele, hogy én olyan füleseken szocializálódtam, amik ilyen max ilyen 20 000 forint. Max, nagyon max. Hát ez kicsit több, ugye? Szóval nekem ez is eleve egy élmény. Akkor ugye van ezen a fülesen három gomb, mindjárt ezt jobban meg fogjuk nézni, megfordítom a kamerát. Ezen a pici fülhallgatón van egy érintésérzékeny, illetve pontosabban nyomásérzékeny felület, amivel lehet navigálni ugye a fülhallgatót. Egyszer megnyomod pauzál, kétszer megnyomod léptet, ha viszont hosszan megnyomod, akkor tudsz váltani a zajszűrés és a nem zajszűrés között. Igazából ennyi, nagyon egyszerű, működik. Tényleg ez nem egy gomb egyébként, hanem ez egy nyomásérzékeny felület. Látjátok, milyen pici? Rengeteg szenzor van benne, rengeteg mikrofon, ugye az aktív zajszűrés megköveteli azt, hogy rengeteg mikrofon legyen benne. Picit beszéljünk még a zajszűrésről akkor. Na szóval ugye, mint említettem, igen, sok mikrofon van benne, sok szenzor, ugye ezért is ez a borsos ár. Érte viszont tényleg, tehát az aktív zajszűrés azt jelenti, hogy figyeli a környezet zaját. Ez a fülhallgató, mondjuk, hogy nagyon milyen hangzavar van-e, vagy nincs gyakorlatilag, és akkor ahhoz képest állítgatja neked a zajszűrést. Hát
hogy most itt átlag emberként mit érzel ebből, az, hogy nem hallasz semmit, hogy be van kapcsolva a zajszűrés igazából, és tényleg nagyon jó. Most be van kapcsolva például a zajszűrés, nem hallok semmit, még a saját hangomat se, itt elmennek az autók az úton, nem hallom az autókat se, tényleg brutális ez a technológia. Annyi hátrány van talán, hogyha így vagy önmagadban, akkor a hangerőt azt nem tud állítani. Tehát Szilivel tudnád, csak nekem az ki van kapcsolva, úgyhogy csak pauzálni tudod. De ennyivel pauzálom a zenét. És nagyon, tényleg nagyon brutál élmény az, hogyha nem hallgatsz zenét, csak benn van a füles, akkor annyira le, a zajokat annyira le. Tehát gyakorlatilag nincsenek zajok, mint amikor felvennél egy ilyen munkavédelmi fülhallgatót, zajszűrös fülhallgatót, vagy ilyen munkavédelmi fülhallgatót. Gyakorlatilag olyan, úgyhogy... Maga a hangminőség milyen? Na most, nekem premium fülhallgatóim nem nagyon voltak eddig, tehát mint ez. Volt az, amiről van review is fenn, a Sony, illetve van egy Bluetooth-os 10.000 forintos Sony fülhallgatóm, tehát nem vagyok audiofil még mindig, nem fog tudni olyan review-t mondani. Annyit tudok elmondani, hogy hangra teljesen rendben van, tehát ez egy hangos fülhallgató. Mélyek egész jó benne, tehát ahhoz képest, hogy egy ekkora testben van az egész fülhallgató, tehát ekkora testben van ez a technológia, ennyire pici, ahhoz képest tényleg elég jó mélyek vannak, és ugye az aktív zajszűrés miatt, ugye aktív zajszűrős fülhallgatókra ez jellemző, hogy nem kell a hangerőt felboostolni maximumra, hogy halld a zenét, ezért ilyen, mondom, ilyen, ha már felén van, akkor teljesen jó vagy, és akkor egyáltalán nem torzít, vannak mélyek, nem mondom, hogy egyszer egy Beats fejhallgató volt, nem is fülhallgató, ott tényleg brutál mélyeket hallottam, azért ahhoz képest nyilván nem, de ahhoz képest, hogy ennyire pici dologról van szó, nem egy nagy fejhallgatóról, ahhoz képest igenis van benne mély, a magasak is, én a magasakat rendben találtam, a mélyeket is, középtartományt is, tehát összességében egy teljesen kultúrált dolog. Aki audiofil lehet, hogy azt mondja, hogy hát az gagyi, ennyiért sokkal jobbat lehet venni, és lehet, hogy igaza is van. Viszont aki nem audiofil, tehát mondjuk csak szeret zenét hallgatni, mint én, de a hangzás annyira nem, tehát nem allergiás arra, milyen hangja van, annak teljesen jó lesz. Másik dolog, hogy annyira fél, hogy elhagyom. Tehát ekkora gyerekek, és hogyha nincs nálatok ez a tok, ami most ugye nálam van, de ha nincs, és mondjuk csak zsebre vágod, tudja, hogy el fog hagyni. És elég veszélyes egy ilyen áru terméknél, hogyha elhagyod. És én annyira féltem jelenleg, hogy nehogy, tehát mindig a tokba rakjam el, mondjuk csak így lerakom, ide tudjátok, hogy hát majd jövök vissza, tudja, hogy le fog esni, vagy el fogom hagyni. Nagyon kell rá vigyázni, azt tudni. Tehát mondom, ez a para van bennem jelenleg, hogy biztos, hogy mindig berakjam a tokjába. Meg ez, de ezt tudom, hogy csak nekem nagy szám, az első AirPodsom, és előtte közöm nem volt hozzá, még csak nem is fogtam, hogy így bepattan a helyére. Hogy annyira professzionálisan van valahogy megcsinálva, annyira minőségi az egész, hogy berakod és bepattan. Mágneses. Ez maga ez a design is, tehát nem tudom, látjátok itt ilyen fém, és annyira az egész egybe van, annyira brutál jó szerintem. És nyilván nem azért ömlengek, mert Apple fan vagyok, mert látjátok, hogy vannak azért Apple termékeim, de más márkától is vannak termékeim, és az Apple-nél érzem tényleg azt a igazi prémium minőséget, amit nyilván meg is kell fizetni, de itt érzem azt, hogy basszus, tehát nem fog szétesni egy év múlva se, egy év múlva is ilyen jó lesz betenni, ilyen jó lesz terménybe. Plusz pontot raknak, ami nagyon fontos szerintem hosszú távon egy ilyen műszaki cikknél, hogy szerest használni, hogy egyértelmű legyen használni. Nyilvánvaló ezt egyértelmű használni, mert az Apple-nek ez a DNS-ében van, hogy csak működjön, it just works, mondják. Úgyhogy ez adja meg összességében azt, hogy miért ennyibe kerül ez a cucc, mondjuk miért nem 30 ezer forint, miért nem 40 ezer. Hát a sok kis apróság miatt, illetve a brutál zajszűrés miatt, amiről már szó volt. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok, lájkoljátok a videót, ha tetszett. Én most megyek karácsonyozni. Sziasztok, jók legyetek, peace!
me close till I get up.